Magyarországról a Szobi régió 16 települése, szlovákiai oldalról pedig a Párkányi körzet 22 települése petícióban szólítja fel Nyitra megye közgyűlését, a magyar és szlovák kormányfőt, a két ország külügyminiszterét, hogy ne halasszák el az Ipoly-Damást Helenba közti Ipoly-híd megépítését, és ne hagyják elveszni az erre vonatkozó nyertes uniós pályázat biztosította 10 millió eurót. Már csak azért sem, mert tavaly ősszel Pilisszentkereszten Robert Fico és Orbán Viktor abban állapodott meg, hogy a hidat még a jelenlegi uniós költségvetési ciklusban építik meg. Tehát tárgyalásra van esély, csak hogy milyen határozat fog születni. Itt megint a másik dolog lesz, hogy tehát megint lehet, hogy azzal a szemponttal jönnek elő, hogy felsorolnak X érvet, hogy hogyan nem lehet és miért nem lehet. Tehát ezt fog kelleni valahogyan nekünk most kicsit kivédeni, és tehát mindenképpen én gondolom, hogy egy olyan határozati javaslatot kell előterjeszteni, hogy tehát attól onnantól kezdve újra vegyék fel ezt az ügyet, újra értékeljék át, és tehát érdemben fogjanak neki, legyen egy konkrét felelős, akinél az információk össze fognak futni, tehát ne több helyről kapjuk az információkat, és tehát azt még el lehet kérni is tőlük, tehát hogy úgy a szakmai bizottságokon és a testületi üléseken is állandó jelleggel beszámoljanak róla a munka folyamatról. De viszont az kevés, mert hogyha két havonta van csak testületi ülés, tehát két hónap alatt rengeteg dolgot el lehet intézni, tehát mindenképpen meg kell bízni egy felelős személyt, aki csak ezzel fog foglalkozni, és így remélhetőleg sikeres lehet az. A Párkányi sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy nem állja meg a helyét az az érvelés, miszerint a projekt kifutott a határidőből, mert a vonatkozó pályázati szabályok értelmében ezt a hidat legkésőbb 2015. december 31-ig kell átadni, márpedig a magyarországi fél részéről már az építkezési engedélyt is kiadták, semmi sem gátolja az építkezés megkezdését. Ráadásul a híd műszaki áttervezése miatti költségeket és ebből adódóan a megvalósítási költségek többletét a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő magára vállalta, tehát Nyitra megyének ezeket sem kellene kifizetnie. El kell mondani azt, hogy esetben nem a két partner, Európai Uniós pályázati partner közötti kommunikáció mondott csődöt, hanem az egyik partner belül, az ő struktúráin belülről egy sajnálatos kommunikáció hiányról beszélhetünk. Én ugyan 2008-ban az Ipoly-hídak kérdésének beterjesztője voltam, de ma nem vagyok Novár megyei képviselő, és tavaly 2012. júniusában kaptam hírt arról Volent úrtól és magyarországi szakmai körökből, hogy baj van, közbe kell lépni, rá kell csapni az asztalra, mert véglegesen búcsút mondhatunk az Ipoly-hídaknak is. Akkortól zajlik egyfajta tűzoltás, amelyben mindjárt részt vettünk, akik itt most ülünk az asztal innenső oldalán, és megpróbáltuk menteni a menthetőt. Csak sajnos falakba ütköztünk, mert sem Nyitra megye elnöke, sem a Nyitra megyei szlovák nagy koalíció képviselői nem voltak érdekeltek abban, hogy visszahozzuk a sírból ezt a beruházást, vagy beruházásokat. Sőt, annak ellenére, hogy tavaly augusztusban és szeptemberben a magyarországi vezető partner részéről egy nagyon nagy vonalú ajánlat volt, pénzügyi ajánlat volt Nyitra megye részére, a megemelt költségvetés ellenére Nyitra megyének szinte szimbolikus összeggel kellett volna megemelni az eredeti 2008-ban jóváhagyott költségvetést, a magyar oldal viselte volna az összes többletköltséget szinte, ennek ellenére nem volt hajlandóság se a Nyitra megye elnöke részéről, se a szlovák nagy koalíciós többség részéről arra, hogy ezt elfogadják és végre megoldódjék ez a kérdés, és beteljesüljön az itt élőknek a jogos igénye, felépüljenek az Ipolyok. És hogy mennyivel került többe az áttervezett híd? 1000 euróra kikerekítve 36 ezer euró. Ezt 3 évre kellene szétosztani még, az mellett nem egyszerre kell. Ami a tervezést, az áttervezést illeti, az áttervezést teljes mértékben a vezető partner saját költségéből fedezte. Ahhoz nem kellett hozzájárulni, a kivitelezéshez kellett volna hozzájárulni plusz 36 ezer euróval. Aprókat kikerekítettem, fölkerekítettem ezrekre. Jó? 36 ezer euró, 3 évre szétírva.
Helenba és Ipoly Damást polgármesterei hangsúlyozták a halasztással 12 év munkáját és a komoly uniós támogatás elvesztését kockáztatja Nyitra megye, a hídnak pedig nem csak turizmus és gazdaság élénkítő szerepe van, de a határ mentén mindkét ország árvízvédelmi rendszerében is pótolhatatlan. Ha a híd állna, Helenbának például nem kéne hetekre elszigetelődnie a többi településtől a tavaszi árvizek idején. A projekt ugyanis egy külön árvízhíd megépülését és csővezetékrendszer kialakítását is tartalmazza, és erre is van fedezet. Tehát elkerülhető lenne az a probléma, ami jelenleg Helenbát érinti a Dunai árvíz kapcsán. Ugye Helenbát el lehetne látni magyar oldalról, akár élelmiszerrel, akár bármiféle beavatkozásra gondolok, egészségügyi, tűzoltósági, stb. Havária helyzetek, illetve a magyar oldalon is megoldódna az a kérdés, hogyha és amennyiben az Ipolyon árvíz vonul le, akkor Esztergom irányába tökéletesen meg lehet kerülni az érintett szakaszt. Sajnálatos módon ugye tudjuk, hogy az utóbbi évek árvizei miatt már most többszörösen is sor került arra, hogy mivel Helenbe a zsártelepülés és a megközelítése csak azon az egyetlen úton lehetséges, ami Párkányból vezet Helenbára. Sajnálatos módon az utóbbi években eleinte csak egy-két napra, de legutóbb 10 napra Helenbe megközelíthetetlen volt, teljes mértékben minden neműleg. Nagyon-nagyon szűkes megoldással, és tényleg mondhatom azt, hogy a körzeti hivatal krízisosztályának segítőkészsége és a Párkányi vasútállomásnak köszönhetően az alapvető élelmiszerellátást tudtuk biztosítani a község lakosai részére, de bizony 10 napig teljesen nem tudtunk volna nem tudtunk kijutni a településből. Ennek a hídnak a megépülésével ezek a krízis helyzetek elkerülhetőek lennének, mert tulajdonképpen lenne egy másik út, amerre mehetnénk. Tudjuk, hogy ebben az esetben bizony voltak érdekes helyzetek, hiszen a falu életében azért az élet zajlik tovább. Jött a plébános úr a sineken keresztül, és hál' Isten volt, hogy a minden különféle technikával nagy nehezen juttattuk el a beteget Garamkövesdig, de szerencsére azért ilyen vészesebb helyzet elkerült, de a közeljövőben, ha ez az időszak egyre hosszabbodni fog, hisz tudjuk, hogy az az út, ami Helenbe felé vezet, elég rossz, sőt, nagyon rossz állapotban van, krízis helyzet van kikiáltva, szintén ami a megyei hivatal tudatában van, és egyelőre évek óta ezen a téren sem történt semmi, azon kívül, hogy a vasúti sineket megerősítették, akkor nem tudom, hogy mi lesz, ha aztán ez az időszak meghosszabbodik, és aztán esetleg hetekig, vagy nem is tudom, egyszerűen hónapokra Helenbe le lesz vágva a körvilágtól. A petíciót Nyitra megye márciusi közgyűlésére nyújtják be, a szervezők látnak még esélyt arra, hogy a jelenlegi költségvetési időszakban fel lehessen használni az elnyert 10 millió eurós célösszeget. Ha pozitív döntés van, tehát mindenképpen elindulnak azok a folyamatok, nem is elindulnak, inkább folytatódnak azok a folyamatok, amik tavaly elkezdődtek, tehát a építési engedélyeknek a véglegesítésével és a partneri szerződés aláírásával én nem látok gondot, hogy a hátralevő időszakban megvalósításra kerüljön ez a híd építés. A projekt módosítását és áttervezését árvízvédelmi okokból épp a szlovák vízügyi hatóság kérte. Mindez megtörtént, most már valóban csak Nyitra megye közgyűlésén múlik, hogy rábólint-e a kerékpársávval és gyalogos átkelővel is rendelkező híd mihamarabbi megvalósítására.